Ezen a 3000 hektáros területen is jó aratási eredményekre számítanak Timáron. Magyarországon mintegy 1 millió hektáron vetettek őszi búzát, ebből az előzetes becslések szerint közel 5 millió tonna jó minőségű búza kerül majd a magtárakba. A gabonák már az éréselét mutatják, hagyományosan június 29-én, Péter Pál napján kezdődik az aratás. Ezek a zászlós levelek, ezek még gyakorlatilag zöldek és egészségesek, és június 22-én vagyunk. Tehát ez a termés minőségének az egyik alapfeltétele, hogy ez minél tovább egészséges és zöld maradjon. A zászlós levél a növényen a kalász alatti első levelet jelenti. A legtöbbször ennek a védelmére kell összpontosítani, hogy minél tovább zöld maradjon. A növényvédelemben is a megelőzés a legfontosabb szempont. A különböző készítmények is akkor nyújtanak védelmet, ha időben használják azokat. Magyarország jelenlegi szélsőséges időjárása miatt, amíg az egyik területen a szárazsággal küzdenek, a másik településen az eső okozza a problémát a búzánál. A növényeket az időjárási viszontagságon túl több betegség is megfertőzheti. Ami ellen a védekezéseket irányítjuk a gyomokon kívül, azok a levél és a kalász fertőző gombák. A levélgombák közül a lisztharmat, a helmintosporium és szeptóriás betegségek, ezek a legjellemzőbbek, és ugye hát a retteget betegség a kalászfuzáriózis. És nem említettem itt a rozsdabetegségeket, amik Magyarországon elég ritkán ütik fel a fejüket, viszont amikor felütik, akkor annál nagyobb kárt tudnak okozni. Ebben az évben is Mezőköves környékéről érkeztek olyan visszajelzések, hogy közepes vagy erős sárga rozsdafertőzést regisztráltak. Némely kórokozó olyan mértékben fertőzi a kalászt, hogy az átlagosan évi 2 gombaülőszeres védekezés nem elég a termésnek. Erre főleg húzamosabb, esős években van esély, és már idén is volt szükség pótvédekezésre Magyarországon.